Választás, letették az esküt a Szavazatszámláló Bizottság tagjai. Fórum elektromos autót vehetnek igénybe a paksi vállalkozók. Fejlesztés elkészült az Ipari Park és Gyógynövény Logisztikai Központ Kajdacson. A Telepak siradóját látják, üdvözlöm Önöket! Vállalkozói fórumot tartott a Proteus Holding ZRT. 100%-ban elektromos Renault Kangót vehetnek igénybe paksi vállalkozások. A környezetbarát kocsikat saját termékeik kiszállítására használhatják a cégek a jövőben. Erről tartott tájékoztatót a Proteus Holding ZRT vezérigazgatója. Kis Péter elmondta, az autók a francia postával történő együttműködés részeként érkeznek Paksra, bár nem újak, a 80-90 kilométeres hatótávuk megfelelő a városi közlekedésre és kiszállításra. Érkezik a sárga puttonyos autó, hangja nincs, mert elektromos. Kollégánk tesztelte a kocsit még nyáron, a felvételek akkor készültek. A járművek a francia postával kötött megállapodás részeként érkeztek Paksra. Igényvezérelt, ez azt jelenti, hogy az önkormányzat, illetve az önkormányzati cégek által végzett tevékenységekben használhatók. A kocsikról szólt a Proteus Holding ZRT legutóbbi vállalkozói fóruma. A cég vezérigazgatója szerint a puttonyosokat helyi kiszállítás során is lehet majd használni. Viszonylag kedvezményesen ugye az éttermek számára lenne egy kiszállítási lehetőség biztosítva. Ezzel azt tudnánk biztosítani, hogy minél több helyi fogyasztó, ugye helyi terméket tudjon vásárolni. Ugye vizsgáljuk azt, hogy ez a kiszállítási rendszer hogyan lehetne esetleg kiterjeszthető. Szeretnénk egy olyan konstrukciót kidolgozni, ugye ismeretes ez, hogy a nagy áruházláncoknál létezik ilyen webshopos rendszer, kiszállítási rendszer. Egy valami ilyen platformot szeretnénk biztosítani, ahol a helyi termelők a helyi termékekkel meg tudnak jelenni. A kocsik ugyan használtak, de teljes töltéssel 80-90 kilométert lehet megtenni velük. Kis Péter szerint ez városban megfelelő távolság a kiszállításra. A rendszert a lehető leghamarabb indítaná a Proteus Holding. A cégek jelentkezéseit már várják a Kangókra. A Proteus Holding ZRT-nél kell jelentkeznie e-Kangó projekthez kapcsolódóan, és ugye meg kell jelölni, hogy ki az, aki ugye az autóval kapcsolatban érdeklődik, és milyen céllal. A puttonyos elektromos kocsikra 2019. december végéig lehet jelentkezni. Letették az esküt a Szavazatszámláló Bizottság tagjai a polgármesteri hivatal nagyházasság kötőtermében. Dr. Sátor Vera, a helyi választási iroda vezető helyettese arról tájékoztatott bennünket, hogy a 8 választókerületben összesen 17 szavazatszámláló bizottság végzi majd a munkáját október 13-án, valamint a helyi választási bizottság, amely a központban tevékenykedik. A bizottságokba azok a szervezetek delegálhattak, amelyek jelöltet vagy listát állítottak, és legfeljebb 2 tagot egy-egy bizottságba. Az eskü után dr. Sátor Vera tájékoztatta a tagokat a szavazás menetéről és szabályairól. Rendhagyó történelem órával kezdődött meg a harmadik kor egyetemének őszi szemesztere a Városházán. Szabó Péter Paks polgármestere 40 éves Paks címmel tartott előadást az érdeklődőknek. A kezdeményezés már a negyedik évébe lépett Pakson. Mivel ugye történész vagyok, és nagyon jól tudom azt, hogy a múltból egy kicsit azért táplálkozhatunk is a jelenben. Én azt gondoltam, hogy egy kis jövőképet is felvázolok, tényleg csak röviden, mert ahogy így az ember kutatta az elmúlt 40 évnek a történéseit, a mai jelenben egy kicsit ilyen déjà vu érzése van, mintha a történelem ismételni önmagát. Paks polgármestere tartotta a harmadik kor egyeteme őszi szemeszterének nyitó előadását, a város elmúlt 40 évéről és jövőjéről is beszélt az érdeklődőknek a Városháza nagytermében. A negyedik éve tartó rendezvénysorozatot a Paksi Önkormányzat, valamint a Pécsi Tudományegyetem kultúratudományi pedagógus képző és vidékfejlesztési kara szervezi. A program változatos. Vannak előadóink, akik visszatérnek, mint például Gruber László, aki a világ legkülönbözőbb országaiba járt, és majd ebben a fél évben is rendkívül érdekes üzbegisztáni útról fog beszélni. Vannak olyan visszatérő előadók, mint jó magam is, aki nagyon nagy örömmel osztja meg az idősekkel, az idősek közösségével, a világ különböző tájain, az idősek életmódjával, életével kapcsolatos ismereteket.
A programfelelős a Kaukázusban tett utazásáról beszél majd, de itt lesz Király Gabriella, aki a generációk közötti kapcsolatokról tart ismertetőt, és lesznek egészségügyel kapcsolatos előadások is. A fél év tananyaga két szempont alapján szerveződik. Egy nagyon jó kapcsolat alakult ki, amelyek során kirajzolódik, hogy mi az, ami igazán érdekli a harmadik kor egyetemének hallgatóit. Nos, ez az egyik dolog, a másik pedig, hogy azok az aktuális történések, amelyek a világban körülvesznek minket, ezek mindig megjelenítődjenek. A harmadik kor egyetemének következő előadása október 21-én lesz, és a magas vérnyomásról szól majd. Elkészült az Ipari Park és Gyógynövény Logisztikai Központ Kajdacson. A település határán épült létesítményben korszerű körülmények között végzik hamarosan a gyógynövények szárítását és előkészítését a gyógyszeripar számára. Többek között zsájával és ürömmel is foglalkoznak a jövőben a dolgozók. Az Ipari Park és Gyógynövény Logisztikai Központ topos forrásból mintegy 550 millió forint 100%-os támogatásból valósult meg. Ürömmel telt zsákok sorakoznak az üzemben, hamarosan a szárítóba kerül a rengeteg gyógynövény. Kajdacson foglalkoznak ezzel, a napokban ugyanis átadták a helyi ipari parkot, a létesítményben pedig helyet kapott egy gyógynövény logisztikai központ is. Az egynyári üröm, vagyis az Artemisia előkészítése is itt folyik majd. Indítottunk egy kutatásfejlesztést ennek a gyógyhatásait illetően. Ezt eredetileg több ezer éve a malária gyógyításra használták, de a Washingtoni Egyetem egy szabadalma alapján ilyet nem szabad felelőtlenül mondani, hogy gyógyít, de kutatásaik alapján gátolja a daganatos sejtek szaporodását. Magas hatóanyagtartalmú növényekkel, többek között zsájával is foglalkoznak majd az üzemben. Feldolgozzuk, és ebből akár gyógyszer, akár kozmetikum, vagy akár étrendkiegészítő készül. A lényeg az, hogy biztonságos legyen, tehát ne okozzon mellékhatást, illetve adott esetben mérgező hatást, és hatásos legyen, tehát legyen értelme pénzt kiadni érte. Az üzem a helyieknek jelent munkalehetőséget, mondta Boda János, Kajdacs polgármestere hozzátette, körülbelül 40-50 fő helyezkedhet el itt a jövőben. Kettő projekt tulajdonképpen, egy ipari park kialakítása, amit itt látunk. Az ipari parkban az első üzem a gyógynövényfeldolgozó üzem, de további 3-4 üzemnek van még helye. Az infrastruktúra elkészült, illetve be is vannak kerítve a területek, úgyhogy várjuk a további befektetőket. Én azt gondolom, hogy ez a létesítmény is ennek a környéknek komoly gazdasági potenciált nyújthat. Embereket foglalkoztathat, segítheti az itt élőket, és példát adhat a környező településeknek, hogy miket lehet megvalósítani. Ezt mondta az átadó ünnepségen Fehérvári Tamás, a Tolna megyei közgyűlés elnöke, Süli János tárca nélküli miniszter pedig arról beszélt, a kormányzat szándéka, hogy a kis településeken ne csak munkahelyek jöjjenek létre, hanem különféle fejlesztések is valósuljanak meg. A kormány szándéka, ezeken a kis településeken is hozzunk létre új munkahelyeket, bővítsük adott esetben a óvoda, bölcsődei férőhelyeket, legyen önálló pályázati lehetőség a településeknek, hát direktbe arra, hogy eszközbeszerzésre, közösségi terekre, orvosi rendelő eszközfejlesztésekre, tehát ez mind örömteli. Az Ipari Park és Gyógynövény Logisztikai Központ 550 millió forintos topos támogatásból valósult meg. Pályaorientációs programot szervezett a Tolna megyei Kereskedelmi és Iparkamara. Az eseményre az általános iskolák felső tagozatos diákjait hívták meg azzal a céllal, hogy a különböző szakmákkal a tanulók ne csak vizuálisan, hanem szemtől szemben találkozzanak. A varrást is kipróbálhatták az érdeklődők a Szakma Aréna elnevezésű programon az Energetikai Szakgimnázium tornacsarnokában. A programot a Tolna megyei Kereskedelmi és Iparkamara második alkalommal szervezte meg, idén két helyszínen, Szekszádon és Pakson. A két rendezvényen közel 2000 diák vesz részt a Tolna megyei általános iskolákból. Célunk a rendezvényel, hogy a diákok részére egy helyszínen biztosítsuk a szakmák megismerésének a lehetőségét, minél több szakmát bemutatva orientáljuk őket a szakmatanulás irányába. Az ESZIBE a Paksi járás általános iskoláinak felső tagozatos diákjait hívták meg.
azt gondoljuk, hogy a pályorientációt nem elég 8. osztályban elkezdeni, hanem a minél fiatalabb korosztályt megtaláljuk már ezzel, hogy egy kicsit gondolatébresztőként bemutassuk neki a jelenlegi hiányszakmákat és az egyéb szakmákat is. A programot az Innovációs és Technológiai Minisztérium és a befogadó intézmények támogatták, valamint a Kamara vállalkozó partnerei, amelyek az eseményen ismertették szakmai programjukat és képzéseiket is. A sportcsarnokban 15 vállalkozó és szervezet mutatkozott be. Az ESZI-nek a nagy standját meglátogattuk, az ügyvitel részt, illetve a környezetet. Hát a környezet az eléggé tetszik, szóval, hogyha az ESZI-be jövök, akkor valószínű, hogy környezetre. Aztán ezen kívül még a cukrászatot, a szépségápolást és még pár dolgot, egészségügy. A rendezvényen a legtöbben a hegesztő, az egészségügy és a cukrász szakma iránt érdeklődtek. Szinte mindegyik standon a tanárok mellett diákok mutatták be a már megszerzett tudást. Leila például gazdásznak készült, de hamar kiderült, hogy a sütemények világában érzi otthon magát. Elmondása szerint elégedett az oktatás színvonalával. Bevallom, én kevesebbet reméltem, de pozitívan csalódtam benne. Úgyhogy igen, nagyon szeretem csinálni. A diákok több turnusban érkeztek, így mindenkinek volt ideje és lehetősége közvetlenül megismerkedni a felszolgálással, a varrással és a többi szakmával. Ezt követően az ESZI-ben is látogatást tettek a tanulók. Mintegy 250 diák vett részt a megyei kormányhivatal Paksi járási hivatalának foglalkoztatási osztálya, valamint a kereskedelmi és iparkamarával együttműködésben szervezett szakmatúrán, melynek célja a pályaválasztás előtt álló diákok megismertetése volt a népszerű és hiány szakmákkal egyaránt. A megfelelő védőfelszerelésben akár ki is próbálhatta a hegesztést az a 31 diák, aki a szakmatúra keretében a DC Gépszer Kft. Hegesztőműhelyébe látogatott, hogy megismerhesse az itt alkalmazott hegesztés technológiai berendezéseket, személyi feltételeket. Megtudhatták azt is, a szakma nagyon népszerű, de problémát jelent a munkaerő külföldre vándorlása. Itt inkább az a szempont, hogy nős az úriember, valami köti Magyarországra, hoz, inkább úgy fejezném ki magam. A bérezés, azt úgy tudnám leírni, hogy Dél-Dunántúl van az egyik legmagasabb a gépszernél. Emellett állandó munkalehetőséggel is próbálják itt tartani a szakembereket, a frissen végzett hegesztőknek is jut bőven hely. Ha jelen pillanatban 200 fő hegesztő jelentkezne nálunk vagy nálam, azonnal tudnánk munkát és munkalehetőséget biztosítani számukra. Benyámin mutatott ízelítőt a szakma fortéjaiból a diákoknak. Ő az első István szakképzőiskolába jár, éppen gyakorlati idejét tölti a Gépszer Kft-nél, ahol megtanulta már, milyen a jó hegesztő. Alázatos, stabil legyen a keze, és mindig hallgasson a mesterére. Tizedikes vagyok, és azért készülök hegesztőnek, mert a családban mindenki hegesztő. A szakmatúra keretében 9 cég és intézmény fogadta a diákokat, akik betekintést nyerhettek egyebek között a bolti eladók, az autószerelők, a tűzoltók, rendőrök munkájába, egy részük pedig az Életfa Idősek Otthonában tett látogatást, ahova nagy mulatság idején érkeztek. Éppen születés és névnapokat ünnepeltek az idősek. Az Idősek Otthonába dolgozni érkező pályakezdőket minden eszközzel támogatják. Sokan így fiatalok látom, hogy maga a fájdalom, vagy itt nálunk azért nagyon sokszor a halálba kísérés az, ami elrettentően hathat és nem választják ezt a szakmát. Azt tapasztalom, hogy amikor már az iskolát elvégezték és kikerülnek hozzánk, mi ebben segítünk, és meg tudnak ezzel birkózni. Tehát, hogy ez igazából sosem kizáró oka annak, hogy ezt a szakmát válasszák. Nyilván alapvetően egy empatikus készséggel kell rendelkezni, és utána, akiben van akarás, véleményem szerint övé a pálya. Hajnalka a Vakbottyán gimnáziumból érkezett. Volt egy pár felsorolt szakma, és akkor ezt tetszett meg a legjobban, és akkor ezt választottam. A terveid között szerepel-e, hogy a továbbtanulás után, vagy érettségi után esetleg hasonló pályán dolgoz? Hát igazából nem nagyon, de azért érdekelt, hogy itt mi csinálnak, meg mi folyik itt bent. A jelentkezések alapján az idén a szakmatúrán a legnépszerűbb a hegesztő szakma, valamint a rendőri hivatás volt.
Gereben Líviának, a KSC Szekszárd kiváló játékosának ajánlotta az atomerőmű ESE férfi NB1-es kosárlabda csapata a Kecskemét elleni hazai bajnoki mérkőzés jegybevételét. A Piros-kék klub a Magyar Vöröskereszttel közösen október 12-én szombaton az ASE-Jászberény összecsapás előtt véradást is szervez a tehetséges kosarasnak. 461.000 forint gyűlt össze az atomerőmű ESE KTE Duna Aszfalt férfi NB1-es kosárlabda mérkőzésen Gereben Líviának, a magyar női válogatott és a KSC Szekszárd kiváló játékosának, akinél májusban leukémiát diagnosztizálta. Az összeget a Piros-kék klub, a szakosztályvezetést, a játékosok és a csapatok szurkolói gyűjtötték, de a Kecskeméti klub vezetése is 20 jegyet vásárolt a 19-20-as szezon paksi nyitó meccsére, ezzel is támogatva az akciót. Először is jobbul ezt szeretnék kívánni Livinek, reméljük, hogy tudunk segíteni, nem csak mi, hanem úgy látom, hogy kompletten az egész országban a kosaras társadalom összeállt, és ez azért az ember szívét megmelengíti, hogy hiába ugye vannak ugye ellentétek akár klubok, szurkolók között, de a nemes szélért azért mindenki gyűjt. Gereben Líviának a gyógyulása érdekében steril szobára is szüksége van, így az ASE Kecskemét meccs jegybevételét erre a célra fordíthatják az orvosok, családtagok. A legnagyobb segítség viszont nem más, mint a vér, ezért a Paksi Klub és a Magyar Vöröskereszt irányított véradást szervez. Egészen pontosan október 12-én szombaton az atomerőmű ESE Jászberény mérkőzés előtt a csarnokban 16 óra és 18:30 között. Négy ágyat azt mondták, hogy hozzák majd. Egy picit át kellett szerkeszteni az egész programot itt a meccs előtt, de kivitelezhetően ennek nagyon örülök, és bízom benne, hogy tényleg 30-40 ember, hogy folyamatosan foglalva lesznek az ágyak, úgyhogy ez lenne a legjobb. A véradáson résztvevőknek egy belépőjeggyel kedveskedik a klub, amit az október 18-án pénteken a Körmend elleni hazai mérkőzésen használhatnak fel a drukkerek. Ma estétől megnövekszik a felhőzet, eső-zápor egyaránt valószínű. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 11 fok körül alakul. Csütörtökön erősen felhős vagy borult lesz az ég, majd késő délutántól felszakadozik, csökken a felhőzet. Eső-zápor egyaránt várható. A legmagasabb nappali hőmérséklet 13 fok körül alakul. A híradó után választási vitaműsorunkat láthatják, maradjanak velünk, szép estét, viszontlátásra!